Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adásban ismét két vendéget látok itt vendégül, egy hölgyet és egy urat, Vámosi Zicséva, az egészségfejlesztési iroda vezetője, illetve dr. Bertalan István főigazgató főorvos úr, ugye a Karolina Kórházból mindenki nagyon jól ismeri, szerintem most már mindkettőjüket. A beszélgetésünknek az apropója pedig az, hogy az egészségfejlesztési iroda projektje, hangsúlyozok, hogy a projektje, az a napokban zárul le. És ennek kapcsán egy kis összefoglaló beszélgetést gondoltunk mi itt a Hírháttérben, úgyhogy egy kicsit áttekintjük ezt a korszakot főorvos úrral, főigazgató főorvos úrral, nézzük, hogy mi is volt ez a projekt, hogyan indult, hogyan lódultak neki, hogy ez az egészségfejlesztési iroda, és minden, ami hozzá kapcsolódik, tehát programoktól elkezdve, azok mind-mind megvalósuljanak. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, én is köszöntöm a nézőket. A projekt nagyon jól indult. A projekt ugye nem mi indultottuk el, de azért tudom mondani, hogy jól indult, mert a helyi adottságokat felmérve egy nagyon jó pályázatot írtak a kollégák, akik annak idején ebben részt vettek, és azt mondhatom, nagyon jól zárult, hiszen a város a végén is elismerte ezt a tevékenységet. Köszönöm szépen még egyszer, hogy sikerült felhívni újra az EFI-re ilyen téren is a nézők, illetve a térségünk lakóinak a figyelmét. Ugye a polgármester elismerő oklevelet kaptak van, most a hétvégén. A sportgálán egy külön színfolt voltunk, és köszönöm szépen még egyszer ezt a lehetőséget. Minden olyan lehetőség, amelyik az egészségfejlesztésről szól, az nekünk egy óriási lehetőség, hiszen az egész projekt azért indult el, hogy az embereknek a gondolkodását egy kicsikét megváltoztassuk. Látni kell, hogy a hagyományos ismeretterjesztések nem érnek el mindenhova, illetve azok a fontos információk, amelyek az egyes embernek az egészség megőrzéséhez szükségesek, egyszerűen nem érnek el a célcsoporthoz, és nem veszik igénybe azokat az egyébként számukra is tényleg azt lehet mondani, hogy szinte ingyen, TB finanszírozott, vagy nagyon kedvezményes formában elérhető juttatásokat, amivel az egészségét meg tudja őrizni, illetve a betegségéből tud gyógyulni. Az egészségfejlesztési iroda tulajdonképpen erről szólt. Keressük meg azokat a formákat, amelyekkel olyan információkkal fogjuk tudni ellátni az embereket, amik ezeket a célokat meg tudják valósítani. Mik voltak ezek a formák? Mert ugye azért nagyon sok helyen, nem csak Mosonmagyaróváron, hanem a környékén, tehát az egész térségben is megjelentek. Mik voltak ezek a formák, módszerek, amikkel megpróbálták felhívni a figyelmet? Ugye azért mondom, hogy nagyon jól indult az egész pályázat, hiszen a már meglévő spontán ilyen egészségnapokra, szűrőnapokra, sportnapokra, városi rendezvényekre, illetve falunapokra, ilyesmikre koncertáltak, ahol az emberek eleve viszonylag nagyobb számban elmennek, azok is elmennek, akik úgymond nem betegek, tehát nincsen mondjuk ilyen élményük, ahogy az ő életvitelükben esetleg valami betegség általi törés kényszerítette volna a gondolkodások megváltoztatására, és ezeket a helyeket, ahova ezek az emberek is eljönnek, megpróbáltuk úgy alakítani a programokat, hogy a mi programunk is szerves része legyen valamilyen formában ennek a rendezvénynek, és ezáltal tudjunk megszólítani embereket, tudjunk információkat átadni. Ennek a mikéntjéről szerintem Éva jobban tud mesélni. A mikéntjéről is, meg az eredményekről is, mert hogy azért nagyon szép eredmények születtek itt az elmúlt hónapokban. Tehát azért tényleg rengeteg helyen megjelentetek, Éva, mondhatjuk ezt, tehát ha valami nagy rendezvény volt a városban, vagy a környéken, akkor lehetett találkozni veletek, úgyhogy egy kicsit az eredményekről, hogy mi az, amit így lemértetek a végén, hogy mik jöttek ebből ki, pozitív tapasztalatként természetesen. Igen, köszönöm én is a szót. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy ez a pályázat, és ezek a számok, amiket most fogok közölni, ezek annak köszönhetők, hogy az egész kis térség összefogása benne van a hátterében. Tehát a rendezvényszervezéstől a nyilvánosságon át az önkormányzatok, a civil szervezetek és minden önkéntes segítőnknek a munkájának köszönhetők ezek az eredmények. Tehát akkor volt egyszer az egészségfejlesztésről, és mindenki, aki körülötte még ebbe bedolgozott, akkor ezek szerint. Igen, nagyon pozitívan fogadták egyébként a térségben, a településen ezeket a programokat. És egy nagyon szép számot fogok mondani, az összes résztvevő, az összes programunkon több mint 9000 fő volt. Az igen. Úgy gondolom, ez egy nagyon szép szám, és ennek közel a fele az egészségnapokon vett részt.
ezt szeretném kiemelni, hogy ez volt a legnépszerűbb. Azon kívül a sport és a mozgással is nagyon sok embert sikerült megmozdítanunk szó szerint. 2000 fő vett részt. A lelki egészség programokra is nagy hangsúlyt fektettünk, ott is 1700 résztvevő. A világnapok és a táplálkozás pedig 1000 főt ölelt fel, így jött ki az eredmény. Néztétek már folyamatosan az eredményeket, tehát hogy hol mennyien vannak, mi az, ami leginkább érdekli az embereket. Éva, ezeken a külsős rendezvényeken, vagy az irodában volt a nagyobb forgalom, tehát hogy láttátok, minek van a nagyobb eredménye az, hogy meghirdettétek magatokat, mert ugye mindenki tudta, hogy a Karolina kórházban van egy szoba, ahova be lehet kopogni, és ott lehet tanácsot kérni, vagy pedig az, hogy kimentetek, és akkor ott személyesen találkoztatok, és akkor tényleg ott volt mindenki gyógytornásztól elkezdve, aztán tényleg ott vérnyomásmérés, minden történt. Melyik volt az, amelyik sikeresebb volt, vagy eredményesebb volt, hogy látod? Úgy látom a tapasztalataink alapján, hogy a helyszíneken érdemlegesebb munkát lehet véghez vinni. Az irodában természetesen az adminisztratív háttér és az adatbázis készült folyamatosan, úgyhogy az is nélkülözhetetlen. És ugye az életmódbeli programokhoz úgy lehetett csatlakozni, hogy állapotfelmérésen kellett részt venni, és azért jöttek be az irodába. De igyekeztünk a településeken zajló különböző mozgásformáknál ott a helyszínen állapotfelmérést végezni. Tehát igazodtunk a helyi adottságokhoz, kimentünk, hogy ne kelljen az embereknek bejönni az irodába külön azért. De azért mentek akkor ezek szerint, igen, hozzátok is. Főorvos úr, hogy látja egyébként orvosi szemmel, tehát ezeknek a programoknak az eredményét? Tehát most nem szávokról beszélünk, ugye, hanem arról, hogy mennyire sikerült megódítani itt a környékbelieknek, illetve a mosomagyaróbáriaknak a kedvét ahhoz, hogy akár mozogjanak, akár valamit tegyenek az egészségükért. Ha csupa pozitív visszajelzésen van gyakorlatilag az egészségfejlesztési irodáról. Először kétkedések voltak a legelején, hogy ez is egy olyan projekt lesz, amit ugye rengeteg ilyen szűrőprogramot, rengeteg olyan dolgot kitaláltak már a korábbi egészségügyi vezetők, hogy amivel úgy gondolták, hogy viszonylag nagy tömegeket be tudnak hozni a rendszerbe, és hát közel ekkora forrásból jóval szerényebb eredményeket tudtak a végén letenni az asztalra. Én azt látom, hogy mind az életmód, mind a betegség megelőzési gondolat nagyon sok embernek átment. Figyeltük, illetve figyeljük is részben azokat ezáltal a mozgalom által szűrőprogramon részt vett betegeket, hogy azok közül kik kerülnek úgy be ezáltal az egészségügyi a rendszerbe, hogy a betegség korai stádiumában tudunk definitív ellátást adni, és ezáltal gyakorlatilag még panaszmentes stádiumba kiszűrve egy halálos betegségtől tudjuk megmenteni őket. A legutóbb volt egy ilyen projektzáró megbeszélgetés, aminek a célja főleg az volt, hogy milyen elemeket erősítsünk meg, hogy a következő pályázatban mi az, amire érdemes lesz nekünk fókuszálni, mi az, amire legnagyobb igény van, mi az, ahol tényleg a legtöbb eredményt tudjuk elhozni. És az egyik munkatársunk, aki rendszeresen részt szokott venni ezeken a rendezvényeken, mondta, hogy két olyan mellrákos hölgyet szűrtek ki az ilyen napon, akik egyébként tényleg semmi panaszuk nem volt, ha véletlenül nincsenek itt, akkor csak akkor kerülnek be a rendszerbe, amikor már vagy tudunk segíteni, vagy nem, mind a kettő egészséges, megkapta a megfelelő sebész, illetve kemoterápiás ellátást, és mindenki gyógyult. Tehát ennek az az óriási jelentősége, hogy vannak ilyen pozitív eredmények, hogy nincs semmi betegsége, véletlenül belekeveredik egy ilyen rendszerbe, na jó, akkor nézzük meg, és a végén pedig mondjuk egy halálos betegségtől mentesül időben. És ugye ez még csak halálos betegségről beszélünk, mert mondjuk ott van például egy csontritkulás, vagy bármi, amiről nem is tudhat. És azt például akár itt a helyszínen is kiszűrték, és tudtak ellene tenni. Így van. Nyilván a következő pályázati anyagban is azokat a célcsoportokat fogjuk megcélozni, ahol a legtöbb egészségnyereséget fogjuk majd várhatóan realizálni. Azért a vidékünkön
a szív-érrendszeri betegségek, mint országosan átlagosan, illetve a daganatos betegségek azok, amelyek szintén nagyon nagy arányban fordulnak elő, sőt a kistérségünk specialitása, hogy a méhnyakrák szintjénből az országos átlag duplája van nálunk, tehát itt egy olyan betegségcsoport van, ami statisztikailag kimutatott, hogy sokkal több, mint az országban, és ezzel nekünk mindenféleképpen foglalkoznunk kell. Most várjuk azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel meg tudjuk azokat a programokat, azokat a rendezvényeket szervezni, ahol el tudunk jutni tényleg mindenhova, és főleg azokat a veszélyeztetett csoportokat fogjuk tudni behozni a rendszerünkbe, akik önmaguktól nem kerülnének be, csak későn olyan stádiumba, az intézményekbe, az ellátórendszerbe, amikor már vagy tudunk segíteni, vagy nem. Akkor ezek szerint vettek egy nagy lendületet, tehát maga a projekt lezárult, ugye, hogy az elején is beszéltünk erről, de a tervek azok nem hagytak alá, tehát szeretnék ezt folytatni. Egyértelműen. Éváék most dolgoznak egy külsős cég segítségével, megtervezik a kistérség hosszú távú egészségfejlesztési tervét, pont ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével, és az egészségfejlesztési terv hosszú időre fog szólni, ennek nyilván lesznek éves megvalósítási szakaszai. Úgy látom, hogy az egészségügyi kormányzat és látja, hogy azokon a helyeken, mint például miénk, ahol nagyon jól sikerült az EFI-nek a vállalása, nagyon sok embert tudtunk behozni, és ennek nagyon sok pozitív egészséghozadéka van. Ezek a vidékek, azt lehet mondani, szinte biztos, hogy tudnak majd a most induló pályázati lehetőségekbe újraindulni, és eddig is jó volt a pályázat, akik megírták, jól megírták, hál' Istennek az új csapat be tudta fejezni jól, és tényleg a pályázatnál is jobb eredményeket tudott hozni, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan kísérlet, ami Nyugat-Európában már régen bevált, magyarok mi is meg tudjuk ezt ismételni, és hát remélem, hogy egy kis magyar virtusra még több egészségnyereséget fogunk tudni hozni magunknak, illetve nyilván a kis térség lakosainak. Akkor jó nagy munkában vannak, de akkor megvan a tapasztalat, ugye már az előző pályázatból, tehát azért némi nemű előnyel is indulnak. Valamiféle eredmény, mikor várható, tudom, hogy még be se adták, és én már az eredményt kérdezem, de mi az, amikor majd tudjuk tájékoztatni a nézőket, hogy akkor ez igen folytatódik, és mehet tovább a dolog? Hát most az egészségügyi államtitkárság ezerrel a megyei szintű egészségszervezésen dolgozik. Én azt tudom mondani, hogy Győr-Moson-Sopron megye ilyen téren jól áll. Itt a három aktív kórház gyakorlatilag azokban a keretekben meg tudott állapodni, amely mentén meg tudjuk szervezni a megye lakosságának egészségügyi ellátását. Néhány megyében gondok vannak még, de azt gondolom, hogy ebben a hónapban minden megye le tudja adni ezt az egészségfejlesztési tervét. Hogyha ez kész, akkor az államtitkárság tud az egyéb programokkal is foglalkozni. Holnap ez egy előadás, ahol már részben erről fognak előzetes dolgokat mondani. Nagyon remélem, hogy akár márciusban szabad utat fog ez is kapni. Azt a pénzösszeget egyébként, amit mondjuk erre a célra meglepegtettek, az benne van a költségvetési tervben. Pontos mikéntjét a prevenciós tevékenységek milyen arányban, hogyan részesülnek, ez még most volt, gondolom, majd publikussá válni, de hogy folytatódni fog, az biztos. Egyrészt azért, mert mi kötelezettséget vállaltunk arra, amikor pályáztunk, hogy ezt folytatjuk, tehát az EFI-oda mindenféleképpen fog működni. Másrészt pedig azért úgy látom, hogy lesz pályázati pénz, hogy ne csak az EFI-oda, hanem ezek a jól sikerült rendezvények is hozzásegítsenek ehhez a célhoz. Tehát én azt látom, hogy márciusban talán sikerül majd beadnunk a pályázatot, és remélem, hogy olyan lesz, amivel hasonló, vagy még jobb rendezvényeket fogunk tudni a városba, a kistérségbe biztosítani. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és mindezt megosztották velünk, és hát természetesen mi pedig szurkolunk, hogy így legyen, és további színes programokkal, illetve egészségmegőrző programokkal gazdagodhasson a környék. Mi pedig köszönjük a lehetőséget, folyamatosan tudtak nekünk biztosítani nyilvánosságot, ez nagyon nagy előny, ezt kérjük a következőkben is, és minden segítőnek innen még egyszer szeretném megköszönni, akik lelkesen segítették a programok lebonyolítását. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!